Egésznapos ünnepség keretében emlékeztek meg az IF-alvi Pető Fejlesztő és Képzőközpontban az elmúlt 10 év eredményeiről. A budapesti Semmelweis Egyetem Pető András kara első határon túli központjában ma már egyidejűleg valósul meg a konduktorképzés és a központi idegrendszeri sérült gyermekek és felnőttek rehabilitációja a konduktív nevelési módszer szerint. A Pető módszer lényege a szív és a szeretet. Ezekkel a szavakkal méltatták az országban egyedülálló konduktív pedagógiai fejlesztést az IF-alvi központban. A budapesti Semmelweis Egyetem keretében működő Pető András Intézet és az IF-alvi Keresztény Ifjúság és Diakónia Alapítvány között 2014-ben kezdődött együttműködés keretében az egykori gyermekfalu épületeit átalakították, és 2017-ben elindították a képzést is. Már az első évben 80 személyen segítettek, 116 konduktor segítségével összesen 680 gyermek és 644 felnőtt rászorulót láttak el. Tehát a konduktív pedagógiával való rehabilitáció nincs az egész országban, nem is ismerik a szakmát sem, viszont nagyon sok az olyan gondozottunk, a szklerózis multiplex, a Parkinson, a sztrókos felnőttek, meg az oxigénhiányból származó mozgáskorlátozottsággal rendelkező gyerekek, akiknek ez a rehabilitáció szinte életmentő. És ha segíthetünk ezeken a gyerekeken, és hogyha az életminőségüket tudjuk javítani, akkor ez mindenképpen nagyon sokat jelent számunkra. Pavlik Livia, a Semmelweis Egyetem kancellárja az ünnepségen elmondta, 7 erdélyi városban vannak jelen a fejlesztő programmal, teljesen akkreditált kihelyezett képzés viszont csak IF-alván működik. Az oktatást és a fejlesztést is a magyar kormány támogatja, és azt szeretnék, hogy a Pető módszer hosszú távon elérhető legyen az egész Kárpát-medencében. Farka Zsófiának 3-asikrei vannak, közülük a 2 fiával a kezdetektől jár a központba, ahol nem csak mozgásfejlesztést, hanem életszemléletet is tanultak. Amikor idejöttünk 10 évvel ezelőtt, nem gondoltam, hogy ennyire be fog épülni az életünkbe minden, ami nevelést itt kaptunk. Úgyhogy én most már nem tudom elválasztani az életünket a Pető módszertől, annyira beépült. A jubileumi ünnepségen a budapesti Semmelweis Egyetem Pro Universitate díjjal tüntette ki Kató Ibolya intézményvezetőt, a Pető módszer és a konduktorképzés erdélyi elindítóját.